Tuniszban tárgyalt és kötött 270 millió eurós keretösszegű megállapodást az Európai Bizottság elnöke a tunéziai államfővel. Jean-Claude Juncker és Beyji Caïdes Sepsi a gazdasági, politikai kérdéseken túl az illegális bevándorlás témáját, annak Európára gyakorolt hatását is megvitatta. Erről kérdezte az unió vezető politikusát az Euronews tudósítója a repülőgépen, amikor felvetette, nem gondolja úgy, hogy a migráció lehet az a problémakör, ami felbomlasztja az EU-t. Most minden esetre nagyon úgy tűnik. Olyan sok végső momentumot megéltem már, nem hiszem, hogy ez egy újabb ilyen. Nem, bár ez egy nagyon nehéz ügy, válaszolta Juncker. Ha a megoldás a kíváncsi, az Európai Unió határozottan nem az elosztásokban gondolkodik, nem ezt az utat követi, tette hozzá. A közös utazás során szóba került adatok szerint idén 94 ezer menekült és illegális bevándorló érte el Európát a földközi tengeren keresztül. Sokan közülük Tunéziában szálltak vízre. Szepsi elnök úgy fogalmazott, aggódik Európa bevándorlás politikája is, különösen amiatt, hogy nincs egységes álláspontja a kérdésben, amit nagy veszélynek érez. Tudósítónk elmondta, Juncker azt tervezte, hogy útja a kereskedelemre és az EU tunéziai befektetéseire összpontosít, azonban a migráció kérdéskörét nem lehetett megkerülni. Mindketten egyetértettek abban, hogy a probléma tartós megoldását csak közös munkával, együttműködéssel érhetik el, de ennek mikéntjéről nem esett szó, és arról sem, mit tesznek azért, hogy emberek ezrei ne kockáztassák a veszélyes tengeri átkelést. Annelies Borges in the Tunisian capital, Tunis. Free Renews.